Szabó Zsolt 60 országgyűlési képviselője köszöntötte a 60-i többségében szépkorú női közösségek tagjait 60-ban a nőnap alkalmából. A Liszt Ferenc Művelődési Házban a képviselő felelevenítette a régi bálok időszakát, amikor november végétől egészen nőnapig tartottak különböző rendezvények látogatása. Ezt követően a virágokkal fejezte ki tiszteletét Szabó Zsolt. Isten éltesse önöket sokáig, azt kívánom, hogy nagyon sok köszöntést meg tudjunk így együtt élni, és hát ezen a nőnapon is, ha megtetszenek engedni, én készültem egy kis ajándékkal. A Pázsit úti idősek klubjába első alkalommal látogatott el az országgyűlési képviselő, a köszöntés itt sem maradt el. Nőnap alkalmából szeretném önöket nagy tisztelettel és szeretettel köszönteni. Egy kis tavaszi virágot is hoztunk, ez ráadásul olyan virág, hogy ki is tudják utána majd ültetni a kertbe. A köszöntésen kívül a jókedv és a jó tanácsok is jól jöttek. Nagyon jó egészséget kívánok, mert az egészség a legfontosabb. Meg hát mindig ilyen mosolygósak tessenek maradni, úgyhogy... A Szent Erzsébet idősek otthonába is ellátogatott Szabó Zsolt 60-i országgyűlési képviselő nőnap alkalmából, ahol Ferenc pápa szavait idézte. Egy pár az mennyire erős tud lenni, hogy a lelkünk az mennyire tud mosolyogni, az azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb. A nőnapi köszöntések a Grass Alkovics Művelődési Házban értek véget, ahol Szabó Zsolt a nők szerepét emelte ki. Vannak az ifjú hölgyek, van a középkorosztály, vannak a kicsit idősebbek, egy kicsit korábban született hölgyek, de valahogy mindegyiket úgy szeretjük, úgy mosolygunk rájuk. A virágok átadása is egy-egy jó tanács ezúttal sem maradt el nőnap alkalmából 60-ban.